Olasz, lengyel, francia vagy éppen orosz bajnok, a Fátum Nyíregyháza akár ellenük is játszhat majd ősszel a női röplabda bajnokok ligájában. Ráadásul az elmúlt évek jó magyar eredményeinek köszönhetően nem kell selejtezőt játszania az Extraliga bajnokának, hanem rögtön a főtáblán szerepelhet. Hogy kik lesznek az ellenfelek, még nem lehet tudni, de már az nagy dolog, hogy az elitben játszhat a csapat. Információnk szerint novemberben lesz a csoportkörnek a sorsolása. Hát itt már nagyon komoly csapatok lesznek az ellenfeleink. Én azt gondolom, hogy meg szeretnénk próbálni megmérettetni magunkat. Megpróbáljuk ezt egy első lépcsőnek felfogni, és utána évek alatt szépen lépcsőről lépcsőre, step by step felépíteni a csapatot. A Fátum Nyíregyháza játékosai számára megkezdődött a pihenő, többen viszont hazájuk válogatottjában szerepelnek, így a nemzeti csapattal készülnek majd, közéjük tartozik Tóth Fruzsina is. Sok pihenőm nincs, de mondjuk így, hogy vége lett a mérkőzésnek hamar, mivel nem játszottuk le, így volt egy kis pihenőidőm, vagy egy kis szabadidőm. Igen, irány a válogatott, aztán dolgozok tovább egész nyáron. Női válogatottunk ezen a héten Sziget-Szent Miklóson készül, majd átköltözik Kaposvárra, ahol a szlovén válogatottal is játszanak edzőmérkőzéseket. Május 2-án költöznek vissza Sziget-Szent Miklósra, ahonnan Belfortba a franciaországi EB-selejtező tornára utaznak május 6-án, ahol Dániával, Franciaországgal és Izraellel mérik össze erejüket. A tornát követően Budapestre térnek vissza, ahol a Ludovika arénában rendezik majd a második selejtező tornát.